Sziasztok! Hoztam pár terméket, amit az elmúlt napokban, hetekben vagy hónapban vettem, és arról szeretném elmondani a véleményem. Ugye ezt vettem nem régen 1800 forint helyett 800 forintért, na gondoltam azért már nem hagyom ott, hogyha már ez az utolsó és egy ezressel olcsóbb. Egyébként ez valami modellező hajkrém, ja, hajformázókrém, szerintem hajszárításhoz való, mert amúgy nem csinál semmit a hajaddal, vagy az enyémmel ugye, mert én használom, nem te. Egyébként lehet, hogy hajszárításnál egy kicsit segít úgy felállni, meg minden, úgyhogy szerintem ez hajszárításhoz való, de egyébként én a GoToBe termékeket szerettem egyébként, eddig még mind bevált. Hát megvettem ezt a fatűsfürdőt, ugye, mert ilyen blueberry illata van, és így, hogyha így megszagolod, joghurtos egyébként, itt van rajta, nagyon jó illata van. És hogyha megfürdesz vele, annyira, én mozzuhanyoztam, én ettől egy kicsit intenzívebb illatot vártam, úgyhogy nem hiszem, hogy én ezt még egyszer meg fogom venni, mert nem annyira intenzív szerintem, én jobbat vártam ettől. Ugye van a fatűsfürdő, ami kedvencem, ami ilyen olajos magic, nem tudom, oil, az van rajta. Én ezt már egy ideje nem láttam a DM-be, azt használtam mindig, aztán így mindig áttértem a Baleára, hogy ugye az olcsóbb termék, és hát ha, mit tudom én, spórolok vele ugye valamennyit, aztán így eltűnt a polcokról, amit én nagyon sajnálok, mert azt nagyon szerettem. Egyébként a Nivea-nak van egy ilyen fürdőolaja vagy testolaja, amit ki szeretnék próbálni, zuhanyzáshoz van, úgyhogy majd még azt szeretném megvenni. Ugye megvettem ezt a ezt a testápolót, amihez ugye megvettem a kesztyűjét, mindjárt arról is elmondom a véleményem. Ez semmit nem ért nekem, többször kentem be magam, volt olyan, hogy ugye nekem egy olifrémes testradírozó szappanom van, ami szintén semmit nem ér, elég régóta itt van, már nem is használom, úgyhogy kuka lesz abból is, mert ugye azt meséltem is, hogy abban ezek a darabok, amik benne vannak, egy idő után már nincs benne, szerintem nem szed le semmit, és ezért nem használt annyira ez az önbarnítózás nekem. Tehát annyira nem használt annyira, hanem nem annyira jött be. Tehát nem sikerült olyan jól a végeredmény. Úgyhogy ez a testápoló, ez szerintem egy nagy kuka. Olyan 1400 forint körül vettem. Próbálkoztam vele többször, vettem ugye ezt a radírt, múltkor ezt a testradírt, ezzel leradíroztam, kezdtem megint. Nem foltos lettem tőle, olyan narancssárgás lettem, és ez nem egy jó termék, tehát ez nekem nem vált be. Lehet, hogy van, akinek bevált, de nekem nem. Ugye ezt a testradírt vettem meg, és ugye ez papája és cukor. Így jó illata van, de már így sincs az intenzív illata, mint a... melyiket szoktam menni? Jaj, most nem jut eszembe. Mindegy, hagyjuk majd eszembe. Maragujásat. Azt vettem, annak egy intenzívebb illata volt. Ennek nem annyira intenzív. Nem mondom azt, hogy nem volt jó, mert a célnak megfelelő volt, de az illata miatt nem fogom újra venni, mert én úgy szeretem, hogyha én letusolok, akkor olyan intenzívebb illata legyen. Tehát utána jobban lehessen érezni, mint ugye most ezt a fát használtam, és ennek nem volt olyan jó illata, tehát nem volt az az erőteljes illata, úgyhogy jaj, le is jár a teteje, mondjuk az nem baj, mert úgyis polcom van, vagy nincs rendesen rácsukva. Mindegy, de a célnak ugye megfelelő volt, de az illata ennek se az igazi. Tehát nem intenzív. Ugye megvettem ezt a Solar Dr. Kellen önbarnító testápolót, szolid barnaságot ígér, azt is adja, egyébként letusoltam, simán körkörösen ugye ezzel a kesztyűvel elkezdtem magamra felkenni, odafigyeltem, hogy jó legyen, sehol nem lettem foltos, szolid barnaságot, tehát tényleg nem barnultam be annyira, mint ettől a Sundance
önbánító haptó, de jó nagyon. Mondom, ehhez én nem maradíroztam le magam, csak simán körkörösen bekentem magam, sehol nem voltam foltos, most se vagyok, most is egyébként ezzel kentem be. Ugye a lábod az én nekem világosabb, mint a kezem, úgyhogy az annyira nem is barnult be, mint a keze, de ez nagyon jó. És radírozás nélkül se vagyok foltos tőle, és ezzel nagyon meg vagyok elégedve. Nem bánom meg, nem bántam meg, hogy megvettem. Igaz, hogy ilyen kicsi a csőre, és nagyon sokat kell nyomni, hogy egy kicsi kis termék is kijöjjön, de akkor is ez nagyon bevált. Ugye ez a mi kedvencem lett, ez a Sundance önbarnító hab. Erre oda kell figyelni, hogy ne legyél foltos nagyon. Ugye én megnéztem ilyen önbarnítós videókat előtte, és odafigyeltem arra, hogy körkörösen, ugye körkörös mozgással csináljam, meg odafigyeltem, hogy mindenhol legyen, meg minden. Erre nagyon egyébként oda kell figyelni, mert ettől lehetsz foltos nagyon. Volt olyan, hogy a lábam egy kicsit jobban, de ugye egy zuhanyzás leszette azt a barnaságot. Az egyik lábfejem barnább lett, mint a másik. Reggel ezt vettem észre, de viszont ez a kesztyű, ez 1000 forint volt, de hallod, ez a terméket, hiába ilyen vastag, megmutatom, hogy hát ha látod, ugye az egyik fele az vastagabb, így jobban látszik, a másik fele ugye vékonyabb, ugye a vastagabb felét használod a kenéshez, ez mozog a kezeden, átengedi a terméket, és a kezedre megy az önbarnító, és utána ki se szárad, mert most is érezni rajta, hogy azért van rajta termék, vagy csak megszikkad rajta, nem tudom, ez nem ad jó kesztyű. Tehát lehet, hogy azt kéne venni, ugye, ami ilyen rendes kesztyű, hogy az ujjad belemegy, és ezzel nem tudsz normálisan dolgozni. Nekem ez nem vált be körkörös mozdulatokra se, mert valahogy nem marad a kezede, és mozog a kezeden, mert ugye csak egy ilyen szája van. Úgyhogy ez annyira nem vált be, amíg nem veszek másikat, addig használom. De valószínű, hogy van kesztyűfélét fogok venni, ugye, amiben így ilyen egyújas kesztyű, és belemegy a kezed. Megvettem ezt a csillámos testpermetet, nagyon szerettem, tényleg van benne egy csillám is, nem tudom, hogy így látod-e, de van benne. Szerintem az illata, hát az olyan, mint mikor, nem tudom, szoliba mész, és utána valamit testpermetet magadra kensz. Ahhoz hasonló illata van, de szerintem jó illata van, tehát nem büdös. Egyébként ebben meg ilyen kávé van, ilyen kávé kivonatos, de ilyen zöld kávét ír rajta, de nagyon jó illata van egyébként. Tehát nem büdös, hanem olyan, mint amikor lefőzöl egy jó kávét, és marad utána az az illat, úgyhogy az is tetszett benne, hogy ugye nem büdös. Ez a SanDisk, hát én nem tudom. Niki, óvatosan, nehogy elcsúszál. És ez ugye a kedvencem lett, de mivel ugye a hajfestés nem sikerült, mert azt akartam megoldani, hogy ugye a hajam teteje szőke maradjon, fekete szőke maradjon, és a hajtő pedig egy kicsit vöröses, amit nem jól csináltam, úgyhogy azért kellett vörösre bekenni a hajam. Vissza fogok szőkülni, mert szőke szeretnék egy ideig lenni, nem tudom miért most ez a dilim, úgyhogy ez meg egész nagy kedvenc lett, mert az illata az valami csoda. Nagyon jó illata van ennek a samponnak, és szerintem nagyon jó termék mind a kettő, úgyhogy azért vettem meg, ugye vettem egy karácsonyi csomagba, ugye azt mutattam is egy haul videóba, és akkor volt hozzá egy kis balzsam, ilyen kis prébe, ugye volt ez a sampon, és volt ez a hajpakolás, ez ilyen kettő az egyben hajpakolás, és mind a kettő szépé teszi a hajat, tehát nem olyan sárga lesz, úgyhogy nagyon szerettem, azok nagyon bejöttek. Ide raktam még ezt a fekete hajbalzsamot, ez is nagyon bejött, illata is, nagyon finom, és mikor szőkítem a hajam, ugye akkor tehát abban segített, hogy ne száradjon ki a hajam. Úgyhogy ezek azok a termékek, amit idehoztam. Úgyhogy ezek voltak, amikről ezek a vélemények, jó és rossz, ugye? Úgyhogy ebből a pár termékből ez a kettő az, ami a 1-10-es skálán mondjuk 1-es.
Tehát ezeket nem fogom újra venni. A többi az mind bevált. Ugye ezt a hajmodellező krémet még nem próbáltam ki hajszárítással, mert olyan nyomott vagyok még mindig. Most már nem szedem a italport, abszolút nem segített, ugyanúgy le van rakodva valami. Úgyhogy most már köptetőt szerek, majd meglátom. Ugyanolyan nyomott vagyok, egy napról napra egy kicsit jobb a közérzetem, ennyi. És lehet, hogy a Niki is ezzel küzd, és mellette még valami probléma neki van a gyomrával, hogyha olyat teszik, akkor puffassza. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, majd arról külön elmondok egy videót, arról külön felveszek egy videót. Sziasztok, szép napot nektek! Hogyha tetszett a videó, akkor lájkold, iratkozzál fel. Láttam, hogy vannak új feliratkozók, köszönöm szépen. Majd jövök több videóval, csak egy kicsit helyre kell jönjek. Sziasztok, szép napot!